Gerhes Gábor műve 2006-ban készült, rajta fából készült tárgyak láthatók egy stilizált, beállított képen. Ezeket a beállított képeket a 90-es évek végén már megtalálhatjuk Gerhes művészetében, ilyen például a T megtalálása című kép a 2000-es évek elején is ugyanezekkel a megközelítés módokkal foglalkozott. Egy abszurd, groteszk, szimbólumokra építő alkotásokból álló sorozatokat készített el, és ez vált a védjegyévé. Az elvégzendő feladatok előtt álló elvégzett feladatok című mű már magából a címből is látszik, hogy az abszurditás, vagy a groteszksége. Nagyon fontos ebben az esetben a cím, szinte belenő ebbe a műve, és nem ereszti. Az elvégzendő feladatok a címből a jövőképét mutatja, az elvégzett feladat pedig a múltat. És hogyha lefordítjuk ezt a címet szó szerint, vagy értelem szerint, akkor tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy a múlt a jelenben elzárja az utat a jövő elől. Hogyha megnézzük a képet, akkor akár a múlt, jelen, jövő hármas tagolását is beleláthatjuk, hiszen egy ilyen hármas sávokra tagolt, három sávra tagolt képet látunk, vízszintesen tagolva, alul a padlónak a szintje, középen egy ilyen függönnyel eltakart rész, és a felül pedig egy ilyen lambériás terület, ami a tetején olyan, mint egy ilyen fali újság. Függőlegesen pedig ketté osztottnak látszik, az egyik oldalon a tárgyak láthatók, a másik oldalon pedig egy ember az oszlop mögött. Elsődlegesen az ember alakhoz kötjük ezt a címet, és a címből kiindulva valamiféle hiába való munkát vagy elképzelést kötünk hozzá. És valami olyan irányba indul az elképzelésünk, hogy az ember alak, vagyis talán a művész, valamilyen feladatot hajt végre, amiben aztán beletörik talán a bicskája. Aztán utána, az ember alak után nézünk rá a tárgyakra, amelyek elsősorban úgy tűnnek, hogy a múltnak a tárgyai. A legjobban megragadható közülük az órának, ennek a torz órának a formája, ami olyan, mintha kicsit ilyen kubisztikus, furcsa szögből látnánk, mintha szétesne. Aztán mellette van egy korsó, vagy urna, ami a halálnak a képét hívja elő, illetve egy koporsószerű, két oldalt, két kézzel megragadható tárgy. Tehát, hogyha nagyon szorosan nézzük, akkor a halál képei jelennek meg ezekben a tárgyakban, és ezt a halállal kapcsolatos asszociációt erősíti meg a fekete lepel, amelyik a tárgyak alatt húzódik. A tárgyak fölött három karika látható, egymásba fonódnak, és hogyha az előbb a jelen, a múlt és a jövő hármasságát említettem, akkor lehet, hogy itt ebben az esetben is egy ilyen hármasság lehet, de valamilyen módon biztosan összefüggés van a karikák és a tárgyak között, hiszen a három tárgy a párkányon ugyanolyan színekből és faanyagokból áll, mint a három karika. Hogyha jobban megnézzük a tárgyakat, akkor, vagy kicsit kevésbé jól nézzük meg őket, akkor olyan, mintha valamilyen antropomorf fejgyűjtemény lenne, mint egy karikatúra, mintha fülei lennének, mintha szemei lennének, mintha egy portrészobor sor lenne egy párkányon. A színátmenetek, mintha három generációt mutatnának, vagy hogyha mitológiai értelmezést veszünk elő, akkor akár a három párka is lehetne. Lehetséges egyébként ez a mitológiai utalás, hiszen a moiráknak a görög mitológiában az egyike a napóra volt a szimbóluma, vagy az attribútuma. De hogyha másfelől nézzük, akkor úgy is tekinthető, hogy ezek az arcok, arcszerű tárgyak, ezek szembenéznek velünk a másik oldalon, ahová a lambéria, mintha időben tagolva, ütemesen átvezetni a tekintetünket, ott pedig az arc eltűnik.
Az arc eltűnése folytatható akár ezzel a mitológiai gondolattal, hiszen az alvilágban történik meg az, hogy eltűnik a tekintet, és nem láthatjuk az isteneket, meg semmit nem látszik ott, és még az áldozatot magát is csukott szemmel mutatták be az ókorban az alvilág isteneinek, de lehetséges egyébként, hogy másfajta mitológiai minták kerülhetnek elő, az oszlop mögött elrejtőzés motívumai, például az Eddákban kerül elő, de akár világfának is lehetne értelmezni ezt az oszlopot, vagy akár a keresztény ikonográfia szerint is lehet értelmezni, és akkor valamilyen módon a halál és a kereszthalál is bekapcsolható ebbe az asszociációs láncba, akkor viszont a másik oldalon a három karika akár lehet a három felakasztott glória karikatúrája is. De a kép azért sokkal komolyabb ennél, a szétesett idő, értelmezhetetlenség ideje mindenképpen valamilyen módon az álomszerűséggel vagy a halállal kapcsolódik össze, és egy egységet alkot. Az, hogy ez a mű egyetlen egységben foglalható össze, az összefügg azzal is, hogy a faerezet mindegyik elemét összefogja. Ez egy színpadszerű, díszletelemekből álló alkotás, amely hát egy igazi, hogyha ezt a darabot elképzeljük hozzá, ami készülhetett volna ehhez, akkor egy ilyen élethalál drámának lehetne a színtere, mondjuk Jean-Paul Sartre egyik egzisztencialista drámájának lehet ezt elképzelni. Gerhes művészetében ezek a berendezett képek, tehát a 90-es évek végén jelennek meg. Abban az időben ez a világ művészetében sok területen párhuzamra lelhetett. Többek között Tracy Moffettnek a munkásságában vannak hasonló elrendezésű, kompozíciójú alkotások. Tön Hoxnak a munkái rokoníthatóak, akár a groteszk, abszurd felfogásban, Jeff Wallnak távolabbról ezeknek a régi művészettörténeti előképeknek a felhasználásában is, és a szimbólumoknak a bekomponálásában is akár párhuzamot lehet felmutatni. És hogyha messzebbre visszamegyünk, akkor Magritte-nak a képeit lehet hozzákötni ehhez, és ott lehet megtalálni Gerhes szürreális képeinek előzményeit.